Merkantilbank Liga 6. fordulójában a 7. helyen tanyázó Sziget-Szent Miklós látogatott a 3. pozíciót elfoglaló Mezőkövesd otthonába szeptember 20-án. A két csapatot mindössze 2 pont választotta el a tabellán, így előzetesen egy kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre lehetett számítani. A hazaiak az előző körben Szolnokon léptek pályára, de az összecsapás a pálya alkalmatlansága miatt alig 1/4 óra után félbeszakadt, míg a Pest megyei gárda 1-1-es döntetlent ért el a Sopron ellen. Hazai oldalon a legjelentősebb változást a kezdőben a Máté-Balajti csatárduó kimaradása jelentette, helyettük Menugunk és Pántovics kezdett. A túloldalon Sánta a kapuból, Kornis és Puskás a középpályáról került ki, helyüket Horváth, Kállai és Pollák foglalta el a Sopron elleni kezdőhöz képest. Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, de Pántovics megpattanó lövése kevéssel a kapu fölött landolt a 12. percben. A vendégek válasza a 18. percben érkezett, ekkor Jaszarevics baloldali beadása után Szepesi bólintott kevéssel a kapu fölé. 2 minutával később Engel szlalomozott végig a félpályától, majd a 16-os előterében felvágták. A megítélt szabadrugást Kulcsár lőtte a keresztléc fölé. Nem sokkal később egy veszélyesen megpattanó beadásnál Horváth mentett kivetődve, majd a játékrész felénél Pántovics ívelését követően Molnár előszedte fel a játékszert a vendégek hálóra. A kövesdiek a folytatásban is lendületesebben és veszélyesebben játszottak. 10 perccel a félidő vége előtt Pántovics tört kapura Kulcsár remek indítása után, de éles szögből középre tett beadására senki sem érkezett a társak közül. 1 perccel később Molnár remek kísérletét hárította Horváth, míg a kipattanót a jútemben érkező Szeles a kapufára emelte. Tóth László együttese a játékrész lefújása előtt is nagy lehetőséget alakított ki, azonban Kulcsár kitűnő átadása után Molnár akrobatikus mozdulattal leadott lövése elakadt a szöget remekül záró Horvátban. A második játékrész paprikás hangulatban kezdődött, miután egy bedobással kapcsolatos félreértés miatt kisebb csetepati alakult ki a Sziget-Szent Miklósi 16-os előterében. A kövesdi pardobást követően Kulcsár indította Pántovicsot, aki nagy zicserben Horvátba lőtte a labdát. Az akció vezetését nehezményező vendégek közül a hevesen reklamáló Vágó rohant oda Kulcsárhoz, akit letaglózott. Az indulatok lecsillapodása után a játékvezető kiállította Vágót, míg a kövesdiek közül Hegedűs Dávid besárgolt. Az 58. percben Molnár ravasz lövése suhant el a bal alsó sarok mellett, míg 5 minutummal később Kvekveskiri 30 méterről megeresztett életerős bombáját védte előrevetődve Kunsági. Tóth László együttese az utolsó 1/4 órában is bátran próbálkozott, de a játékosok nem találták a Pest megyeiek masszív és fegyelmezett védekezésének ellenszerét. A félidő derekán Molnár 18 méteres kísérletét ütötte ki Horváth a bal felső sarok elől. A 77. percben Osváth fejeset tévesztett célt, majd 10 perccel a találkozó vége előtt Kulcsár ravasz emelése a felsőléc tetejéről pattant az alapvonalon túlra. A mérkőzés utolsó veszélyes lehetősége Balajti előtt adódott, azonban a csereként pályára küldött támadó lövését Horváth elvetődve kiütötte a jobb alsó sarokból, így az eredmény nem változott a lefújásig. Mezőköves Zsóri, Sziget-Szent Miklósi TK Erima 0-0. Az STK igazán a pontrugásaiból, illetve az agresszív labda, hogy mondjam, úgy játéktördelő szituációkat akad minél többet ezen a mérkőzésen. Igazság szerint hozzátartozik az, hogy a játékvezetőt nem lehet bírálni, jól vezette a mérkőzést, viszont egy picit talán elengedte az indulatokat, utána szerencsére az 50. perctől azért a rutinjának köszönhetően kiválóan megoldotta azt, hogy tényleg megfelelő mederbe terelt a mérkőzést. Itt azt kell mondjam, hogy itt a mérkőzésnek az volt a kulcs, mondja, hogy mikor szerezünk az első gólt, ha az első gól meg lett volna, akkor innentől kezdve minden adott lett volna a jó játékhoz, meg a sok helyzethez. Így is voltak lehetőségeink, azokat kihagytuk. Itt igazság szerint el kell mondani, hogy 2-3 embernek nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna, egy picit tompábbak voltak, gondolok itt a támadókra bizonyos szituációban, amikor döntő szituáció volt, utolsó passz gólhelyzetbe rossz döntés hoztak, vagy éppen az ellenfél jól reagálta a mozgásainkat. Én gratulálok a Sziget-Szent Miklósnak. Itt a mérkőzésen igazán háború volt, de hát a népnek ezt kell azt mondom, hogy a mérkőzés időszakaiban nincs is jó játék, viszont tényleg agresszív játék, hajtós játék, nagy ütközetek, nagy csörték vannak, ez meg volt, hál' Istennek. Én azért nem is haragszom a Sziget Miklósra, én csapatomra, hanem tényleg kijött belőle egy jó kis csata. A nézők élvezhették annak egy ritka olyan mérkőzés, hogy 0-0 és a viszonylag élvezhető mérkőzés. Én gratulálok tényleg mind a két csapatnak, nyilván nem örülünk az egy pontnak, de hát 25 mérkőzés lesznek ilyen csatáink, amikor nem fogunk győztesen levonulni, de hát veretlenségünket őrizzük, aztán csináljuk tovább. Vágó Attila, a vendégek szakvezetője, a kövesdiek sportszerűtlenségére hivatkozva nem kívánt nyilatkozni. A Mezőkövesd a pontvesztés ellenére továbbra is a 3. helyen áll a tabellán 11 ponttal, míg a Pest megyei gárda 8 egységgel őrzi a 7. helyét a pontvadászatban.